Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, az Érdi Csatornamű Társulat elnök helyettesét, Simó Károlyt üdvözlöm. Üdvözlöm. A mai alkalommal aktualitásokról lesz szó, a csatornázással kapcsolatban természetesen, és most frissen elkezdődött munkálatokról beszéljünk, és talán az egyik legfontosabb csomópont tulajdonképpen a Bemtérés környéke, Török-Bálinti út. Elkezdődtek a csatornázási munkálatok. Mire számíthatnak az ott lakók, illetve az arra közlekedők? Vannak-e nehézségek? Egészen biztos, hogy vannak nehézségek, hisz ez egy olyan utcaszakasz, ami a város nagyon nagy részére lesz hatással közlekedés, illetve forgalom tekintetében. Ha szabad így fogalmazni, most az utolsó roham kezdődik, a 240 km-nyi Erdély csatornából már mindegy 220 km-nyi durván az készen van, a maradék 20-at kell még befejezni. Ezek között van többek között a Török-Bálinti út, illetve a Török-Bálinti úthoz kapcsolódó még egy-két kisebb csatornaszakasz, és a Török-Bálinti út azért gondolom, hogy igen nagy hatása lesz a közlekedésre, illetve a forgalomra. Ott voltam délben, amikor lezárták, kitették a táblákat, és tényleg a forgalom az egy más módon kell megtörténjen, hisz ez az az útszakasz, ahol találkozik a Török-Bálinti út, az Iparos utca, a Bajcsi-Zsilinszky-Endre út, illetve a Sóskuti út. Ez egyrészt reggelente, amikor történik az M7-es irányába történő felhajtás, akkor eddig is szokott ott torlódás lenni. Most várhatóan, mivel hogy jobbra nem lehet kanyarodni a Bajcsi-Zsilinszky útról, elképzelhető, hogy az első napokban azok, akik valamiért nem értesültek még erről a sokat hangoztatott út lezárásról, elképzelhető, hogy ott fognak meglepődni. Láttam már ma is ilyet, aki meglepődte az, ami le volt zárva az az utcaszakasz. Ez az egyik ilyen rész. A lefele hajtó forgalom tekintetében is elképzelhető, hogy lesz egy kis galiba, hisz nem lehet éppen olyan teljes értékűnek használni azt a csomópontot, és hát ne felejtsük el, hogy közben van az is, hogy azon a csomóponton, ott azon a zebrán mennek a Teleki Sámuel iskola a diákjai minden nap át ebédelni a bemtéri óvodához. Tehát rájuk is kell figyelni, hisz a gyerekek épségét azt meg kell óvni. Természetesen ott voltak ma is, és ott lesznek holnap is, illetve minden nap ott lesznek minden olyan szerv, aki tud ebben segíteni. Van nagyon nagy segítséget nyújtottak a rendőrök, akiknek ezúton is köszönöm, illetve a polgárőrök, akik egyébként is ott szoktak mindig lenni, és segítenek a gyerekeknek átkelni az úton. Most a kezdeti nehézségen a közlekedők segítésén is kellett dolgozzanak. Illetve pontosan az történt, hogy abban az órában, amikor indult a lezárás, akkor az M7-esen lerobbant egy busz, és még annyit tudott tenni, hogy elgurult addig a csomópontig, és a csomópont előtt 20 méterrel megállt, tehát mai napon mondjuk még ez is közrejátszott, hogy kicsit nehezítette a forgalmat. Azt gondolom, hogy a Török-Bálinti út építése, amely a terepviszonyoktól függően maximum 3 hétig fog tartani, befolyásolni fogja a közlekedést, és én azt tudom tanácsolni azoknak, akik a Bajcsi-Zsilinszky úton az Iparos út irányába, ebbe az irányba szoktak közlekedni, hogy használják azt a terelőutat, amely ki van jelölve és ki is van táblázva korábban, tehát el lehet érni az Alsó-Erdősor úton, ha mindenképp a Török-Bálinti út irányába szeretnek menni. Ha pedig más irányba, akkor mondjuk Budapestre, akkor ha csak lehet, próbálják meg a másik irányba megközelíteni Budapestet, mondjuk a 70-es úton, vagy pedig a 6-os úton és más alternatív útvonalakon. Az első szakasz az a Simító utcáig tart, ezen a részen van, amikor félpályás lezárás van, már el is kezdték ma a felmarni az aszfaltot, és építeni fogják. Ekkor van az, hogy az egyik irányú forgalom, ami Török-Bálint irányából érkezik, az tud menni, amelyik pedig abba az irányba tartana, az le van zárva. A későbbiekben pedig szintén félpályásan lesz lezárva, de akkor a forgalom irányító lámpákkal már ez megoldható lesz, tehát remélhetőleg némileg csökken majd az akadályozhatása a forgalomnak. A kivitelezők milyen technológiákat alkalmaznak az itteni munkálatok során? Lehet-e számítani olyan technológiára, ami tulajdonképpen picit gyorsabb, hamarabb vissza tudják állítani a rendet majd, és hamarabb át tudja venni ismételten a főszerepet a közlekedés a területen? Egy elég nagy forgalmi útról van szó, illetve útról, ahol mint az előbbiekben nem mondtam, a jelentősége nagyon nagy az átmenő forgalomnak, tehát a
a helyreállítás tekintetében igyekezni fognak gyakorlatilag napokon belül, heteken belül helyreállítani, és hogy esetleg később vissza kell menni javítani, mert mondjuk a csatornaépítésben hibát észlel bárki, akkor újból kimondják és újból javítják, de a forgalomnak megpróbálják visszaadni minél hamarabb az utat. Egyébként pedig a túloldali, tehát azon az oldal bekötések, tehát a másik oldal, mint ahol vezetik a csatornát, azt az elmondás szerint, ha csak sziklába nem ütköznek, akkor megpróbálják forrással megoldani. Ha a sziklába ütköznek, akkor sajnos más nem lehet tenni, akkor fel kell bontani keresztben. Van előírt határidő, amire itt be kell fejezni a munkálatokat, tehát tudunk-e mondani végdátumot? Az első szakaszra van 3 hét, a továbbiakban pedig kb. Nyár közepéig tartanak a munkák, illetve ugye a törőbányt az egy dombnak tekinthető. Később évben elindulnak majd a Felsővölgyi út, illetve a Tetőfedő utca irányából ugyancsak a domb tető felé, tehát majd össze fognak érni a Törökbálint úton az, amelyik az Iparos utca irányából indul, és az, amelyik a Tetőfedő utca irányából indul. Szovátai út, itt is zajlanak a munkálatok, tulajdonképpen itt a Lőcsei út folytatásáról van szó. Itt mennyire okoznak nehézséget a kivitelezők az arra közlekedőknek? Sajnos újból folytatódnak a munkálatok. Ugye nagyon sokszor hallom, hogy a Lőcsei úton probléma van. A Lőcsei úton azt kell mondjam, hogy szerencsére nincs probléma, és azt kell mondjam, hogy az idő az sok mindent igazol. Itt az idő például azt is igazolja, hogy nem volt értelmetlen az, hogy 2010-ben jó útépítés történt a Lőcsei úton, hisz amikor most volt a csatornaépítés, azt kibontották, visszatemették a csatornások, majd egy jó helyreállítással a Lőcsei út maga az, amelyik a Tárnoki úttól a úgynevezett műanyag körforgalomig tart, azzal olyan nagyon nagy probléma nincsen. Ennek a folytatása az útnak, ez a folytatása a Szovátai út, ahol nem történt meg ez a típus útépítés, mint amit én az előbb elmondtam a Lőcsei útnál, ott sajnos beigazolt a kivitelezőknek az a mondása, hogy tavaly ősszel, amikor ők ezt megépítették, akkor tekintettel arra, hogy nagyon nagy forgalom zajlott, mi azt kértük, hogy ne hagyják télire nyitva az árkokat, ne hagyják ideiglenesen helyreállított állapotban, hisz azon buszforgalom van, és nagyon nagy érnek a másik legforgalmasabb útvonala, tehát mi gyakorlatilag azt kértük, hogy azonnal aszfaltozzanak. Mivel nem volt meg az a konszolidációs időszak, amit a többi utca esetében ki kellett várni, ezért ott sajnos az következett be a nagy tavaszi csapadék után, hogy besüllyedt, illetve a csatornával is problémák lettek, és nem tudták kivárni azt az időt, amit normális esetben ki szoktak várni. Éppen ezért most, amikor jóra fordult az idő, arról tájékoztattak a kivitelezők, hogy a kamerás vizsgálatok alapján ott, ahol a csatornával is probléma van, azt először kijavítják, majd pedig a tömörítést újból megcsinálják, most már remélhetőleg jobban, mint ahogyan ezt ősszel, még a nagy hidegek, illetve csapadék előtt meg tudták tenni, és akkor szintén félpályásan le fogják ezt szönyegezni. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy a Szovátai úton korábban hát aszfaltos út volt, de azért voltak rajta csíkok hosszában és megkeresztben is az előző közműépítések nyomán. Ennél már most hogyha ez a szőnyegezés, amit én az előbb említettem, megtörténik, azt gondolom, hogy legalább az egyik félpálya jobb állapotban lesz, mint amilyen előtte volt. És itt még a Tárnoki utat is említhetjük, hiszen a Tárnoki úton is zajlanak munkálatok, pontosan melyik részén a Tárnoki útnak, mert hát igazán ez egy hosszú útszakasz. Én remélem, hogy az a részén is hamar elkezdjük a munkát, ami a Szent István utca és a Riminyáki út között van, hisz ott is gyalázatos állapotok vannak. Ott még zajlanak a minősítések, és reméljük, hogy miután ez megtörtént, akkor azonnal neki fognak, és azt a nagyon nagy forgalomútvonalat, ami összeköti a Bajcsi-Zsilinszky utat a másik fő forgalomútvonallal, akkor azt helyre teszik, és a közlekedőknek visszaadják, hogy tudjanak közlekedni. A Tárnoki útnak az a része, ami a Kutyavári és a Diósgyatár között van, az érligetiek számára igen fontos, nagyon sokan próbálnak azon keresztül hazajutni. Azzal már tavaly őszott, hogy folyik a vita, erről már beszéltünk, emléket szerint itt is. Itt az a gond volt eddig, hogy 2 közműépítés történt, volt egy gázközműépítés, meg volt egy csatornaépítés, és hát valamilyen módon arra kellett rávegyük a 2 kivitelezőt, hogy egyezzenek már egymással, hogy ne az történjen, az egyik befejezi a munkát, helyreállítja, jön a másik, felbontja, megint helyreállítja, és az úgy tényleg nagyon sokat irritált volna, hanem egy bontással, egy nyomvonal helyreállítással oldják meg.
És azért beszélek múlt időben, mert hogy éppen ma reggel, amikor már végre azt gondoltam mindenki, hogy akkor elindult, és elkezdték marni, hogy akkor történjen meg jövő héten a teljes aszfaltozás, kiderült, hogy az ivóvíz közművel is gondok vannak, és egész nem volt semmi különleges dolog. Tegnapi naptól elkezdett, tehát látszik, hogy ott volt valamilyen olyan csőtörés, hogy elképzelhető, hogy ott még ivóvíz cserét is kell még gyorsan, még az aszfaltozás előtt megtenni. Tehát illetők ezetben már három közmű van az útban, három különböző szervezet, három különböző szabálya. Tehát az úgy rendesen van abban minden, aminek lennie kell egy ilyen föld alatti közműépítés során. Lakótelep környékén is zajlanak munkálatok, hiszen sokan tapasztalhatták, hogy számtalan helyen napközben lezárások vannak. Most jelen pillanatban a lakótelepen, illetve a lakótelep környékén milyen munkálatokat végeznek a szakemberek, a kivitelezők? Az egész lakótelepen a csatornahálózat a legelső között épült Érden, tehát egy nagyon-nagyon régi hálózat. Ezt egyrészt azért is ki kell cserélni, mert a régi hálózatokon keresztül a talajból nagyon sok víz szivárog be, ez úgynevezett idegen víz, tehát infiltráció, ami pont úgy, mint a szennyvíz, keresztül megy az átemelőkön, és a tisztítónak is növeli a terhelését csapadékos időszakban. Ezt előírta a hatóság, hogy csökkenteni kell, hisz a vezetékeken csak szennyvíznek kellene folynia. A másik ok, amiért a lakótelep cserélni kell a régi hálózatokat, az az, hogy igen nagy része érnek itt a vasúton keresztül, a lakótelepi hálózatokon keresztül érkezik be az Erzsébet utcai átemelőbe, és innen megy a tisztítóhoz. Éppen ezért ezeken a szakaszokon, mivel most nagyon nagy mennyiségű víz fog jönni Parkvárosból, ezeken a csöveken, nagyobbra kell kicserélni, eddig 400-as cső volt, most 500-asra kell cserélni, azért, hogy hát a Parkvárosból érkező vizeket is továbbítani lehessen. Éppen ezért ezek a szakaszok a nagy programban vannak betéve, mint rekonstrukció, ez a pályázati előírásoknak megfelelően lehetett és kellett ezeket megcsinálni. De mivel elég koncentráltan laknak ezen a részen, érnek ezen a részén, kb. 3000 ember lakik, én azt gondolom, hogy igen sokakat érint az, hogy bár mindenki, aki a lakótelepen, akik már a csatorna szolgáltást vesz igénybe, de most mégis, ha szabad így mondom, kiveszi a részét a jóból, tehát van némi kellemetlenség, amiért ezúton is elnézést kérek, hisz a munkagépek azok zajosak, és por is van ebben a nagyon száraz időszakban. És hát lesz még egy darabig, amíg az utak helyreállítása itt is megtörténik, és olyan formában történik meg, hogy azon újból közlekedni lehessen. Akik a bújó iskolába viszik a gyereküket, vagy oda mennek a gyerek után, azok tapasztalhatják, hogy időlegesen vannak olyan útfelmarások, tehát fel van marva az aszfalt, ideglenesen van középen visszatömve, majd később lesz az ásás, amikor kiássák, lezárások lesznek. Tehát azok, akik a bújó iskolába járnak, arra kérem azokat, hogy legyenek egy kis türelemmel, és próbálják megtalálni azt a közlekedési útvonalakat, amelyel elkerülhetik ezt a csatornaépítést is. A hálózatfejlesztési munkák akkor tulajdonképpen zajlanak rendben, és egészen jó ütemben. Mi a helyzet az út helyreállításokkal? Hát, hogyha információ nem csalnak, azért most már elkezdődtek az út helyreállítások, tehát itt a hirtelen beköszönt jó idő lehetőséget ad a kivitelezőknek, hogy végezzék a feladatokat, a munkákat. Milyen minőségben készülnek most az utak? Mit lehet ezekről tudni? Megmondom őszintén, kicsit félve beszélek erről, és az az oka a félelmemnek, mert hogy nagyon szépen haladnak az út helyreállításokkal, hogyha belegondolunk, hogy mondjuk 650-660 utcaszakaszt érint érne a csatornázás, és ebből már 200-at helyreállítottak, és egészen jó minőségben, hisz erről folyamatosan fényképeket készítünk, komplett nagy területek vannak, ahol teljesen jó a helyreállítás, ott is, ahol korábban nem volt aszfaltos út, mondjuk akár zúzott kövel, akár martaszfalttal. A probléma az, hogy én megértem azokat, akik még olyan helyen laknak, ahol ez még nem történt meg. És mivel, hogy számukra nagyon hosszú az az időszak, ami eltelik azóta, hogy megépítették a csatornát, és ők még várniuk kell nekik a sorukra, hisz egyszerre 680 utcába nem lehet egyszer építeni, mert nincs az a kapacitás, hanem sorba veszik, és egyiket a másik után építik. 680-ból 200-at már megcsináltak, ugye akkor hátra van még 480, tehát még nagyon sok van hátra, és azt tapasztaltam, hogy ha netán elmondjuk, hogy van, ahol már helyreállították, akkor mindenki, aki nem ott lakik, az felháborodik, hogy miért nem nála állították helyre. Én szeretnék mindenképpen nyugtatni, hogy elindultak a szép idő, most már megteremtette annak a lehetőségét is, hogy a végleges úthelyreállítások is megtörténjenek. Van egy ütemezés, ahogyan ezt a négy részvízgyűjtőben, ahol még hátra van a munka, végzik, és mindenkinek azt szeretném mondani, hogy úgy, ahogyan az eddig mindig is el volt mondva, és mindig is meg volt
pontosan le volt rögzítve, minden egyes utcaszakaszon helyre fogják állítani azonos minőségben. Az, hogy nem pontosan olyanra, azt el tudom képzelni, hisz az szinte varázslás kategória, hogy pontosan ugyanolyan legyen kinézetre fénygép alapján, de azonos minőséget helyre kell állítaniuk, egyébként pedig nem veszi vissza a beruházó, illetve az önkormányzat azt a szakaszt. Ezen kívül pedig talán érdemes beszélni még a rákötésekről, hiszen ez nem is olyan régen már elkezdődött ez a folyamat. Azóta vannak-e változások, hol kaphattak ismételten vagy újabb kiértesítéseket, hogy most már megvan a 90 nap a rendelkezés állás szempontjából, hogy rákötetnek a csatornahálózatra? A 4-es részvízgyűjtőben ott indult el, ott voltak az első rákötési engedélyek, utána még egy csomagban ment ki, tehát kb. 1350 család kapta meg eddig a lehetőséget arra, hogy rákössön. Már a 2-es részvízgyűjtőben is elindult egy műszaki átadási folyamat. Ott van egy kis vita a kivitelezővel, hogy jól bizonyos technikai kérdésekben, hogy megfelelő-e, tehát lehet, ha az egy kicsit el fog húzódni, amennyiben sikerül ezt lezárni, akkor még egy 1000-1500 csomag az már egészen előrehaladott állapotban van, és a 3-as, illetve az 5-ös-6-os részvízgyűjtőkből, külön-külön mindegyikből még egy 1000, illetve 1500-as csomagokban felajánlottak átvételre. Ezek azok a csomagok, ahol már egy meglévő átemelőhöz csatlakozik a szakasz, és gyakorlatilag csak rá kell kötni, és lehet használni, műszakilag rendben vannak. Én azt gondolom, hogy május-júniusig egy olyan 6000-7000 rákötés meg fog tudni történni. Vannak olyanok már, akik használják a szolgáltatást? Igen, szoktam járni időnként, visszamegyek azok az utcába, ahol megkapták, és hát nagy örömmel mondták, hogy igen, rákötöttek, és alig várták már, és végre már nem kell a szippantos autót hívni, és ez egy mekkora nagy dolog, hogy egyrészt van egy csatornájuk, másrészt van egy normálisan helyreállított útjuk, és végre látják, hogy ez a sok kellemetlenség, ami az építés idő alatt volt, mert hogy mindenhol volt, az eddig volt, meg volt, túl vagyunk rajta, most már csak a gyümölcsét élvezzük. Szippantós autó. Ezzel kapcsolatosan azért érdemes arról beszélni, hogy valaki ellenőrzi, hogy tulajdonképpen az utolsó adag szennyvizet elszállították. Mennyire fontos ez? Én azt gondolom, az utolsó adag szennyvizet saját maga mindenki tudja saját maga érdekében, hogy szállítsa el. Tehát ennek, hogy az utolsót elszállították-e, így nem gondolom, hogy ellenőrizné bárki. De... Tehát, hogy ne az legyen, hogy valaki felébegzik, hogy most már nem kell hívni, és akkor innentől kezdve pedig használom most már a szolgáltatást, a közüzemi szolgáltatást. Úgy a dolog, amit mondani fog, ezt nem fogja ellenőrizni senki, hogy utoljára kiszippantotta-e. Én egyébként azt tanácsolom, hogy szippantsa ki a saját maga érdekében. Tehát végre letudta, kész, ez már a múlt, a szippantó. Egyszer, ha eddig nem hívta, egyszer hívja ki a szippantós autót, szippantsa ki, fertőtlenítse le, és használja bármire, használja esővízgyűjtésre, vagy temesse be, mert lehet, hogyha nem ő, hanem az unokája, vagy a fia, vagy a gyereke, vagy bárki 10-15 év van, akkor már senki nem emlékszik, hogy ott egy gödör volt, és már mindenki elfelejtette, hogy mi volt, és akkor egyszer csak arra jár valaki, és beszakad, és a pöccébe szakad be, hát gondoljon arra, hogy ez van. Én csak tanácsot tudom mindenkinek, hogy utoljára szippantsa ki a saját maga érdekében. Egyébként pedig a mondatok kezdődően, hogy a saját maga is rákötött a csatornára, akkor az egy mért módon történik, tehát az már egy közműves szennyvízelvezetés. Illegális rákötésekről is azért érdemes egy-két szót váltani, hiszen voltak ilyenek az elmúlt időszakban. Most jelen pillanatban voltak-e bejelentések, vagy vannak-e bejelentések ilyen tevékenység kapcsán? Naponta több ilyen bejelentés is van. A kivitelezők elkeseredetten mondják, hogy hát valamit próbáljunk tenni. Éppen ezért a hatóság komolyan veszi a feladatát, azt az információt kaptuk, egyeztetések történtek, és kétfajta módon történhet. Nagyon sokszor van olyan, hogy konkrétan én is találkoztam már olyannal, hogy egy egyszerűen slaggal kiszívják az emésztőtartamát, és a másik vége a csőnek, az pedig benne van az utcai gerincvezetékben. Amennyiben rajta a kapás van, tehát konkrétan ott helyszínen elkapták, akkor helyszíni bírság van, 50 és 100 ezer forint között van ez a bírság, a rendőrség helyszíni bírsága a sújtja. Amennyiben ilyen módon nem bizonyítható, akkor sajnálatos módon más indirekt módot kell igénybe venni. Erre van lehetőség, vannak a különböző jogszabályok. Az alapján mindenkinek el kell tudnia számolni a szennyvízzel. Hogyha valaki ivóvizet fogyaszt egy adott ingatlanon, nem mostani és nem új szabály, ez gyakorlatilag egy 5 éves szabály, hogy amennyiben mondjuk elfogyaszt valaki 10 köbméternyi szennyvizet, akkor be kell tudnia mutatnia
legalább 9 köbméterről szippantásszámlát. Hogyha erős a gyanú, hogy adott ingatlanból, lehet, hogy pont akkor nem volt ott a cső és nem lógott, de azért úgy erős a gyanú, hogy onnan valahova közterületre, vagy olyan csatornába ment, ahol nem kellett volna, akkor nagyon egyszerű a dolog, el fogja kérni a hatóság az ő szippantó számláját, megkérdezik, hogy tessék mondani, önnek az elmúlt évben volt 120 köbméter ivóvíz fogyasztása, tessék bemutatni a 100 köbméternyi szippantó számlát, amennyiben nincs, akkor ezt gyakorlatilag ki kell fizetni bírságként. Én azt gondolom, hogy ezzel nem kellene játszani. Próbáljuk meg már azt a kis időt kibírni, hisz ez a program, ez 20. hónapja zajlik. Voltak már bírságolások? Természetesen voltak. Én mondom, láttam, ott voltam, amikor rendőrök megbírságoltak, mert aki kiengedett, folyamban vannak, és már gyakorlatilag szerintem postázás alatt olyanok, ami indirekt módon kimentek, elkérték a szippantó számlát, mondta, hogy neki olyan nincsen, akkor sajnálatos módon a jogszabályt azt alkalmazni kell. Ezt egyébként azért kell, és nagyon-nagyon szigorúan, nem kiszúrásból. Az ő szomszédai azok, akiket leginkább ez irritál, két okból, az egyik a bűz, ami terjeng, hát hogyha ott van és nem tud elfolyni, és berohad a még át nem adott csőbe a szennyvíz, az egész környéken irtulatos bűz van. Ha pedig feltelik a cső, akkor egyszerűen kijön. Tehát, hogyha mondjuk az alatta levő szomszédoknál elkezd kifolyni a szennyvíz az ő kertjébe, az ő udvarára, akkor a fent levő szomszédja szúr ki az alsó szomszédjával. Tehát ezeket nem lehet tolerálni. Az meg csak havatortán, hogy akkor gyakorlatilag az átadások sem tudnak megtörténni, hisz próbálják belengedni a műszaki ellenőrök a kamerát a csőbe, és hát ott szennyvíz van, tehát akkor nem lehet ellenőrizni sem, tehát akkor ki kell menni, ki kell szívni szippantós autóval. Sajnos vannak helyek, ahol rendszeresen visszajárnak, hisz olyan van, hogy potenciálisan 4-5 ezer ingatlanról bárki belengedheti a szennyvizet. Fizikailag nagyon nehéz ezt kideríteni, hogy kiről van szó, de ezt az ellenőrzési tevékenységet azért fokozni fogjuk, és arra kérjük azokat, akiket ez zavar, hogy jelezzék, hogy mely az az ingatlan, ahol azt gondolják, hogy igen komoly a gyanú arra, hogy beengedik. Lehet ez kamerás vizsgálattal is, bemegy a kis kamera a csőbe, és benéz az ő bekötő vezetékébe, és az látszik, hogy ha az ott használva volt, akkor egyértelmű, hogy idő előtt használták. Ez azt gondolom, hogy ennyi idő után, ennyi befektetés, beruházás után bírjuk még ki azt a pár hónapot, azt a 4-5 hónapot, ami minden a helyre kerül, megtörténik az ellenőrzés, és a szennyvíz el tud jutni azokon a csöveken keresztül a tisztítóig. Köszönöm szépen, hogy itt volt a stúdióban. Köszönöm szépen én is. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztöt látták. Műsorainkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban, és további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek. Viszontlátásra!